Garai Gábor, Bizalom. S ha százszor is becsapnak, és ezerszer csalódom abban, kinek szívemet, mint álmából a rózsát kitakartam, s ha épp az árul el, kit életemmel fedeztem én, s ha tulajdon fiam tagad meg, s ha nem 30 ezüstért, de egy rongy garasért adnak el engem barátaim, s ha megcsal a reménység, s ha kudarcaim térdre kényszerítnek, és elátkozom már, hogy megszülettem, s ha csak a bosszút hizlalja a hála híveimben, s ha rágalom kerítbe, akkor sem mondom, hogy nem érdemes. Akkor sem mondom, hogy nem érdemes hinni az emberben, akkor sem mondom, hogy megélek magam is néptelen magányban, mert irgalmatlan az élet. De csöndes szóval eltűnődve mondom. Bizalmam, sarki kitárult kapu, nem verhet rá lakatot a gyanú, s kibe jár rajta bárki szabadon. Egy besurrant csaló tiszteletére nem állítok őrséget 10 igaznak, ki tegnap itt a gyöngeség bemocskolt, megtisztálkodva ma betérhet újból, ki két élű késsel jött ide ma, köszönthet holnap tiszta öleléssel. Nem, nem a langyirgalmat hirdetem, nem hirdetek bocsánatot a rossznak, kegyelmet a hazugnak, nem tudok mentséget a könnyes képmutatásra, s az öngyilkos szenvelgést gyűlölöm, akár a nyers önzés orvtámadását. De hirdetem, hogy bűneink mulandók, mint a mamut és az ősgyík, a múltba porlad, a gyűlölet és a gyanakvás, dühünk lehűl, csak szerelmünk örök. S halandó gyarlóságai között csupán maga az ember halhatatlan. Kérlelhetetlen gyötrelmei ellen irgalmas vára bizalomból épül, s az önmagával vívott küzdelemben csak jósága szolgálhat menedékül. Thank you.